Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Rajkai Zoltán színművészt. Szervusz Zoli, megengedted, hogy tegezzelek, úgyhogy így köszöntelek. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Zoli, milyen bibliai idézetet hoztál magaddal erre az alkalomra? Kérlek, olvasd fel nekünk. Én a Pál első levele a Tesszalonikiekhez 5. fejezetének a 21. versét hoztam, ami így hangzik. Mindent vizsgáljátok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Ez számomra az egyik vezérige az életem folyamán. Mikor találkoztál először ezzel a Biblia idézettel? Hát annak az idejét most pontosan nem tudnám megmondani, mikor találkoztam vele először, de nyilván valamelyik istentisztelt alkalmával hallottam, ugye én református vagyok, a felekezetem szerint egyébként kereszténynek vallom magam. Reformátusként tértem meg 30 éves koromban, úgyhogy nyilván valahol istentiszteleten vagy bibliaolvasás közben találkoztam vele először. Nem is az a legfontosabb benne, hanem az, hogy ugye a hit, ami szabaddá teszi az embert, és egy olyan szabadságot kap, amit korábban, mikor még nem járt hitben, nem is tud elképzelni. És egy alkotó ember számára, akinek tulajdonképpen a világ megismerése, a világ teljességének a felfedezése a fő feladata, hogy aztán azt sűrítve valamilyen módon visszaadja embertársainak, a művészetek által. Ez a szabadság elengedhetetlen, és ez a szabadsággal járó nyitottság is. Ugye, de mi az, ami ebben a nyitottságban megvédi az embert? Számomra Isten igéje, vagy a Krisztusba vetett hit, vagy a teljes odaszállás az, ami megment, és hát milyen gazdagabb útmutatás lehet, mint ez az ige, hogy tulajdonképpen én szabad vagyok mindenre. Ugye ezt a Pál a Kolossébeli levelekben is írja, hogy nekem mindent szabad, de nem minden használ. Mindenre szabad vagyok, de nem minden épít. Vagy hogy mindenre szabad vagyok, de nem lehetek semminek a rabja. És tulajdonképpen az alkotásban ez a nyitottság, az, hogy a világ dolgaira, az embertársaimra, más emberekre, a világban mindenre nyitott lehetek, de védve vagyok Krisztus által, az egy fantasztikus dolog, mert így ez a tapasztalás, ez a megismerés adott, és lehetőségem van ezt Krisztusban való hitben átszűrve magamon művészetté formálni és visszaadni az embereknek. És ez egy halatlan nagy erő és szabadság, és ezért a mindent vizsgáljátok meg, és a jót tartsátok meg, ige, az számomra egy ilyen alapvetés a művészi hitvallásban. A hivatásodat is eszerint gyakorlod? Ugye a művészet az egy nagyon, főleg a színművészet mondjuk így inkább, vagy a színházvilága, vagy a filmvilág, az egy nagyon bizonytalan, furcsa terület. Az ember estéről estére, vagy újabb produkcióra más karakterek, személyiségek bőrébe kell, hogy bújjon. Az ember egész életében arra törekszik, hogy valamilyen szilárd értékrendet alakítson ki. Ugye meglegyenek a prioritások, hogy megyünk előre az életben, és Isten éltet bennünket, annál több minden rakódik le, vagy szilárdul meg, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos, ki vagyok én valójában, kialakul egy értékrend, egy világnézet. Na most a színművészet elméletileg, mondom elméletileg, ezt a dolgot folyamatosan bombázza azzal, hogy egyik nap ilyennek kell lenned, másnap olyannak, egyik nap ezt kell elhinned és elfogadnod valóságnak, a másik nap azt kell elfogadnod. Tehát akinek nincs egy igazán stabil, szilárd személyisége, vagy alapja, egy élet alapja, vagy valami olyan fundamentum, amire támaszkodhat az életében, az nagyon könnyen elvész ebben az útvesztőben, és föloldódhat a személyisége ebben a folyamatos szerepváltogatásban. Most a hitem ilyen értelemben nekem egy nagyon stabil alap arra, hogy ugyanakkor én képes legyek egy másik emberrel azonosulni, érzelmileg felfogni, megérteni az ő álláspontját, és ezt adott esetben ábrázolni is tudjam. De ez nem hat a valós, vagy ahogy is mondjam, az igazi személyiségemre, mert nem lelki kérdést csinálok a munkámból, hanem egy szakmai kérdést. Ugyanakkor meg van egy felülemelkedettségem, egy rálátásom arra, amit csinálok a hitem miatt, ezért nem kell megfelelnem senkinek és semminek az alakításokban, ezért nem hat az én pszichémre, a lelkemre igazából bármilyen személyiségű embert is alakítok. Sok kollégám volt, vagy van, vagy tudok róla, akik miután hitre jutottak színészként, ott hagyták a pályát, mert úgy érezték, hogy a személyiségükkel, vagy a hitükkel nem összeegyeztethető ez a pálya. És én ezt el tudom fogadni, hogy van ilyen is. De ugyanakkor Krisztus nem mondja azt, hogy ne legyenek színészek a világban. Tehát nyilván itt is van feladat, nem csak alkotóként, hanem akár emberként is, hiszen például én olyan közegben mozgom, ahol nem sok hívő emberrel találkozom, és én ott lehetek misszionárius ilyen értelemben az én hitemmel, és meg is adatik sokszor, hogy beszélhetek Istenről, vagy bizonyságot tehetek olyan közegben, ahol egyébként nem hallatszana senkitől Isten szava. Tehát sok-sok feladata van egy színésznek is, egy hitben járó színésznek is, és ebben Isten engem megerősített. Tehát nem kivett ebből az egész helyzetből, hanem megerősített benne, és például ezzel az igével is, hogy mindent vizsgáljátok meg, és a jót tartsátok meg, felhívja a figyelmemet arra, hogy óvatosan, vele közösségben, de létezhetek ebben a szakmában, és tehetem a dolgomat, akár jól, akár rosszul, hát igyekszem persze jól. A színház is alkalmas terep lehet arra, hogy egy színész evangelizáljon. Mennyire fogadják ezt a kollégák jól? Mennyire mutatod meg ezt az oldaladat? Azt tapasztalom, hogy most egy olyan korszakban élünk, ahol szerintem a kivont lángpallosoknak és a kicsit erőszakos
tolakodásnak nincs helye. Azt hiszem, egy sokkal individualistább világban élünk most, és az emberek nem szeretik, hogyha a másik rájuk erőlteti a saját elképzeléseit és akaratát. Én nem vagyok ennek a tolakodásnak a híve ma. A legfontosabb az ember, hogy éli az életét, és hogyha mások föltesznek kérdéseket, akkor a készséggel válaszolok. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az ember ott van, és cselekszik is egy-egy helyzetben. És maga az, ahogy él, ahogy cselekszik, ahogy a kérdésekre válaszol, ahogy bizalom épül irányába, az másik ember számára is bizalmat ad arra, hogy esetleg föltenjen kérdéseket, amiket egyébként nem tenne föl. És nekem, hála az Úrnak, ilyen helyzet nagyon sok adódott, hogy láttam kollégákon, akik egyébként velem nem osztanának meg lelki kérdéseket vagy problémájukat, mégis érzik azt a bizalmat, hogy talán hozzám fordulhatnak. És lehet, hogy nem fogadják meg azt, amit én mondok, vagy nagyon idegenül hat számukra, amit én mondok, de mégis azért volt sok esetben, amikor ez igazán segítőleg hatott, is később hálásan köszönték meg. Annak ellenére, hogy mondjuk nem járnak hitben, és kicsit furcsa számukra az én megközelítésem. Ugye a Katona József Színház társulati tagja vagy, már nagyon-nagyon régóta. Igen, most már 28 éve legalább. Társulati tagokkal ti mennyire vagytok jóban? Mint egy család úgy működtök, vagy ezért túlzás? Tudják, hogy a Rajkai Zoli, ő a lelki megmondó ember, akihez lehet fordulni, vagy azért ez nem ennyire egyszerű, tehát nem kell azt képzelni, hogy te vagy ott a, nem tudom... A pap, igen, az apostol. De persze, hát végül is elsősorban azért a színház is egy munkahely, mint bármelyik más hasonló munkahely. Tehát azért a munkahelyi viszonyok azok itt is érvényesek, meg az, hogy ide dolgozni járunk. A színház annyiban azért más, hogy itt a munka eszköz, főleg a színészek vagy a rendezők számára, itt a színészek számára 100%-ban a saját személyiségük, a saját fizikumuk, tehát önmaguk, nincs ugye egy számítógép, amire leülünk, vagy egy munkapad, vagy egy esztergagép, vagy bármi. Tehát itt mindenki a saját személyiségét viszi vására, ahogy tetszik, és ettől egy kicsit ez egy érzékenyebb terep. A Katona egy nagyon jó csapat. Világértelemben ő egy nagyon-nagyon magas színvonalú, nagyon jó színészek, nagyon-nagyon jó kommunikációban, nagyon jól vagyunk egymással. Amiben nem napi esemény az persze, hogy az ember lelki kérdéseket, vagy családi problémákat, vagy hitbéli, vagy világnézeti kérdéseket vitasson meg. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó közegben, egy jó munkaviszonyban dolgozó emberek, akik egymással sok sikert is értek el, sok eredménye is volt a munkájuknak, ott azért könnyebben épül ki egy bizalom. De mégsem állíthatom azt, hogy mondjuk a lelki vagy a hitbéli kérdések a napi beszélgetéseim részei lennének. Én nagyon hálás vagyok mindig, amikor ilyenre sor kerül. Hogyan találtál rá a Pasaréti Református gyülekezetre? Sok-sok éve, 97-ben még emlékszem, amikor a feleségemmel készültünk, akkor még ugye mennyasszonyom vagy barátnőmmel, hogy összeházasodjunk, eldöntöttük, akkor templomokat kerestünk, és hát ugye én tréfásan szóval pályaelhagyó vagyok, mert mindketten katolikusok vagyunk, mármint egy katolikusként kereszteltek meg, de én nem voltam gyakorló vallásos egyáltalán. És akkor keresgéltünk templomokat, katolikus templomokat, és az volt a fő szempont, hogy ugye én akkor egy ilyen feltörekvő színészként világi sikereket hajszolva, az volt az elképzelés, hogy egy olyan látványos és szép templomba menjünk, ahol van mondjuk egy fasor, ahova kijövünk, és akkor ott a média, meg a sok sztár, meg a többi színész kolléga ott áll, és hát eleve úgy terveztük, hogy egy ilyen hatalmas esküvőnk lesz több száz emberrel, és hogy akkor ez majd egy ilyen nagyon látványos és díszes esküvő lesz, és járogattunk mindenféle templomokba. Szomorú így kimondani, de mégis így volt, hogy nem éreztünk lelki közösséget ezeken a miséken, sem az úrral, sem a papokkal, sem a helyjel. Mindig volt egy ilyen furcsa távolságtartás bennünk emiatt. Hiába volt szép a templom, találtunk is gyönyörű templomokat, valahogy mégis nem éreztük közel magunkhoz. És akkor egyszer a Kriszti, a feleségem, oda tett elém egy Nőklapját, egy dupla oldalas cikk volt, amivel egy alkoholista házaspár mesélt arról, hogy nekik hogy jött rendbe az életük, és hogy hogyan tértek meg, és hogy ez a Pasaréti Református templomban történt, oda járnak gyülekezetbe. És akkor mondta a Kriszti, hogy nézzük már meg ezt a templomot, mert olyan őszintén is olyan hitelesnek tűnt ez az egész, ahogy ők beszéltek az életükről. És hát nem találtuk a Pasaréti Református templomot, mert találtunk Pasaréti téren egy ferences templomot, de az nem református volt, hanem katolikus, és nem is tudtuk, hogy hol lehet, mert semmi más tornyot nem láttunk a környéken. És bekopogtattunk a ferencesekhez, hogy elnézést, nem tudják, hogy hol van a református templom Pasaréten, és akkor egy ilyen barát, emlékszem, hogy mondta, jaj, de örülök, az milyen jó lesz maguknak, mondta nekünk. Néztünk is rám. Persze akkor még nem tudtam ezeket a
felekezeti különbségeket, de hogy utólag így nagyon kedves lehetett így az ökumené jegyében, hogy ő így nem térítette el az útról, hanem azt mondta, hogy jöjjenek, beadunk egy teát, és majd útba igazítom magukat, főzött nekünk egy teát, ott ittunk, nagyon gratulált, majd így mutatta, hogy arra kell mennünk, két utcát arra, aztán jobbra, aztán balra, és úgy emlékszem, lehet, hogy nem igaz, de vagy az emlékeimben úgy van, hogy még így integetett is a templom kapuval utánunk, hogy ahogy megyünk át a reformátusokhoz a ferencesektől. És akkor megtaláltuk ezt a Torockó téren, ezt a nem tudom micsoda, tehát mindennek nevezhető, csak nem szépnek, csak nem látványosnak, csak nem, inkább ne hasonlított egy tornateremhez, mint templomhoz, mint ami legalábbis az elképzeléseinkben volt, de hát vesztünkre, idézőjelben, Cseri Kálmán volt akkor a pasaidi református gyülekezet vezető lelkésze, és elmentünk. Ja, és ráadásul zárva is volt, mert hétköznap mentünk, és hát én még ott fel is háborodtam, emlékszem, hogy milyen templom ez, hogy zárva van, és nem lehet ide jönni csak vasárnap. Ki van írva, hogy vasárnap reggel 8-kor, meg 10-kor van istentisztelet. Na mindegy, hát visszamentünk vasárnap. És akkor emlékszem, hogy Kálmán bácsi prédikált, tömbbe volt a templom, a kert, minden ott a környéken, be se fértünk az ajtón. És Kálmán bácsi prédikált, és emlékszem, hogy olyan elementáris erővel, mintha hozzám beszélt volna a szószékről egy ember, aki ráadásul racsolt, gőgös színészként még így kritizáltam is magamban, hogy na hát milyen pap ez, így nem tud beszélni, és fölmegy a szószékre. Aztán persze, ahogy beszélt, az olyan volt, amit még soha nem hallottam, se színésztől, se kollégától, se senkitől. Tehát olyan erővel, nyugalommal, világos gondolatokkal beszélt hozzám, személyesen, hogy azt hittem, olyan zavarba is jöttem. Miket mondott? Nem emlékszem konkrétan az igékre, hanem arra az élményre emlékszem inkább, hogy amik engem foglalkoztattak akkor az életben, úgy olyan kérdésként fölmerültek, ilyen alapvető az élettel kapcsolatos kérdések, azokra így válaszolgatott. Egyetlen konkrétumra emlékszem akkor, amikor a református liturgiában van egy olyan pillanat, amikor az úr imádsága elmondása előtt van egy másfél perc, vagy egy perces néma csönd, amikor mindenki magában imádkozik. És ott 800, vagy nem tudom hány ember volt, mindenki csöndben volt, lehajtotta a fejét, kint csiripeltek a madarak. Néma csönd, 800 ember csöndben van, és emlékszem, hogy hallok egy hangot, teljes meggyőződéssel, hogy itthon vagyok. Megérkeztem. És akkor így hesegettem el magamat, és megint itthon vagyok. Megérkeztem. És egyszer csak így rám tört valami, hogy én tényleg most én itthon vagyok. És ez egy ilyen meggyőződéssé váltott abban a csendben. És körülnéztem, mindenki állt, mondom, én itthon vagyok, és megint itthon vagyok. Úgy jöttünk ki a templomból, nem is volt kérdés többé, hogy mi keressünk máshol helyet, vagy máshol menjünk, hanem ide elkezdtünk visszajárni. És akkor egy idő után ez bizonyossággá vált, hogy hát akkor itt fogunk összeházasodni. És ezt el is döntöttük, és aztán utána egy évvel körülbelül ezután, meg a házasságunk után egy évvel tértem én igazából meg, amikor saját döntésből is, meg szívből ki tudtam mondani, hogy én Krisztus szolgája szeretnék lenni. Drasztikusan megváltozott az életed a megtérésed után? Ez az újjászületés kérdés, amiről Krisztus is beszél Nikodémusnak, aki ő is háborodik, hogy mi menjek vissza az anyám méhébe, vagy hogy szülessek újra, ugye visszakérdez abban a beszélgetésben. Nagyon nehéz erről olyan embereknek beszélni, érthetően és világosan, akik ezen nem estek át. Ez egy olyan esemény, ez az újjászületés, ami egyszerre lelki, egyszerre biológiai is bizonyos értelemben, és egyszerre tudatos. Alapvetően kifelé nincs látható jele. Nyilván vannak folyamatok, az ember hogy beszél, mit csinál. Őszintén szóval nem nagyon emlékszem a megtérésem utáni időszakra, valószínűleg valami olyan eufóriába telhetett, mint a szerelem, amikor az emberben van valami nagyon nagy túlcsordulás, és amikor erről olvasunk a Bibliában, ugye a Pál apostol írja, hogy az újonnan megtérőkre ne bízzatok semmit, és így tovább, mert hogy ez problémás, valami ilyesmi, ez tényleg, hogy az ember ilyenkor kicsit zagyva transzba esik, aminek nyilván sok hasznos és fontos eleme van, de hogy nem egészen beszámítható. Belül a dolgok lényegét tekintve megváltozott minden 180 fokkal, az biztos. Válaszokat kaptál a hittel? Vagy valahogy irányba lettél terelve? Mit ad neked a hit, az Isten hit? Általa te több vagy, jobb ember vagy, jobban végzed a munkádat, otthon is jobban helyt tudsz állni, vagy mi az a dolog, ami miatt megéri Isten hívőnek lenni? Ez az élet értelme. Nincs más értelme az életnek. Tehát az ember nem véletlenül születik a világra. Az ember okkal születik a világra és céllal. És ezt a célt és okot nem találja meg addig, amíg nem rendezi a viszonyát Istennel. Tehát amikor ez megtörténik, kegyelemből, mert nem én döntöttem ezt el, eszembe se jutott magamtól. Ez az élet értelme. Nincs más értelme az életnek. Tehát az ember nem véletlenül születik a világra. Az ember okkal születik a világra és céllal. És ezt a célt és okot nem találja meg addig, amíg nem rendezi a viszonyát Istennel. Jellemző rád
A puritánság. Most ez azért jutott eszembe, mert ugye református gyülekezetbe jársz, és említetted, hogy valahogy a katolicizmusnak a díszessége, ékessége távol esik tőled. Visszafogottan éled az életedet? Mind színészként, mind magánemberként? Valamiféle lelki ízlés az, amit én érzek ezzel kapcsolatban. Hogyha az ember hitben jár, akkor mindenért hálával tartozik, és mindent Krisztustól fogad el, és a jót és a rosszat megpróbálja egyaránt. De az ember nem magát helyezi előtérbe, talán ez a legjobb kifejezés, hogy én nem úgy gondolkodom, hogy az én saját személyes sikereim a fontosak, vagy az én saját személyes véleményem, vagy az én saját személyes alakításom egy színházban, vagy a munkám, hanem valahogy a közös a csapat. És hogyha valami olyan, amivel én hatással lehetek másokra, azt is kaptam ajándékba, és ezért csak hálával tartozom, ezért nem szeretek tolakodni ebben előre, mert nem is érzem igaznak. Most például Kaposváron lehetőségem volt rendezni egy előadást, ami egy csodálatos élmény volt. Ez nem gondolom, hogy ezek az én érdemeim. Tehát ilyen értelemben, ha puritanizmust ilyen értelemben vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy az ember nem önmagát helyezi előtérbe, hanem Krisztus mögé lép, és én is hálával vagyok ezekért a dolgokért, és megköszönöm, hogy egyáltalán ilyenek lehetnek az életben, és ez történhet körülöttem. A színészekben, vagy az előadó művészekben, inkább így fogalmazok, van valami vágy, hogy megmutassák magukat. Nyilván te is ezért lettél, vagy ezért is. Gondolom, én is, színész. Nem tudom. Ennek is vannak okozatai, mit engedünk megmutatni magunkból. Sztereotíp vélekedés. A színész az, aki a címlapon szerepel, akit látunk a tévében, díjakat nyer, legyen akármilyen díj is. Benned buzog valami ilyesmi, hogy többet megmutatni magamból? Nem. Mindig próbáltam megérteni, miért is lettem én színész. Aztán nyilván ez egy sodródás, mert ez ment, mert ez érdekelt, mert ebben van tehetségem. Ezt visszaigazolta az élet, visszaigazolták mások. Nem volt ellenállás ebben a dologban. De ha lelkileg vizsgálom magam, akkor valójában nekem színésznek, mondjuk szemben a rendezőség és a színészet között, nekem a színésznek nehezebb lenne, mint rendezőnek. Mert most 40 éves korom fölött fedeztem fel, hogy több energiába telik rávenni magamat, hogy színészkedjek, mint mondjuk amikor rendezek. Nagyon természetes, kényelmes és komfortos érzéssel vagyok a rendezésben, a szemben a színészettel. A színészet egy, ez olyan, mint amikor, na jó, akkor csináljuk. Tehát el kell határoznom, hogy akkor ezt most csinálnom kell. De magamtól nem csinálnám. A rendezés sokkal kézenfekvőbb, sokkal könnyebben vagyok abban. Tehát, hogyha most így visszamenőleg kéne értelmeznem a dolgot, akkor inkább vagyok rendező, mint színész. De nincs bennem szereplési vágy. Szívesen csinálok mindent, jó érzéssel, örömmel veszek részt mindenféle színdarabban, mindenféle szerepben, de nincs ez a ide nekem az oroszlánt is. A fejedben létezik egy vízió, honnan, hova szeretnék eljutni. Van ilyen elképzelés a fejedben, hogy még mit akarok, vagy mit kell nekem csinálnom? Semmi. Az én identitásomban az, hogy színész vagyok, vagy rendező, vagy mi a munkám, az a legeslegutolsó. Téged mi határoz meg a legjobban? Hát én nagyon pontosan el tudom mondani, ki vagyok. Én egy keresztény, magyar, református, férfi, férj, édesapa vagyok, aki mellesleg színész. Így is állok az egész hithez, vagy az Úrhoz is, hogy a legfontosabb az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És várom, amit mond az Úr, hogy majd adok neked gondolatot, meg szavakat a szádba, amikor itt az ideje. Ez velem nagyon sokszor fordul. A feleséged és a gyermekeid is azt az utat járják, amit te, tehát ők is hisznek Istenben? Hát én nagyon bízom benne, hogy igen. Ugye a Kriszti, igen, hát mi együtt értünk meg, sőt az egyik legjobb barátommal annó. És hát a gyerekeinket is így neveltük persze, templomban, a református gimibe járnak, meg suliban, meg általános iskolában, óvodában. Kapták az igét, otthon is együtt imádkozunk, ez a napi életünk része. De akkor így témaként felszokott mondjuk otthon egy családi ebédnél, vacsoránál esetleg merülni, mondjuk az egyik gyermeket kérdez bármilyen hittel kapcsolatos dolgot, akkor ti meg tudjátok beszélni. Persze. Hát sőt, hát igét olvasunk közös étkezésekkor mindig. Tehát ez van egy formalitás nálunk is. Ha jól tudom, 18 évig voltál a Miki Egér, a magyar hangja. És most már nem. Igen. Mi történt? Kirúgtak. Miki Egeret vissza akarjuk kapni. Erről nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnék beszélni. Eleve alapítottunk egy érdekképviseleti szervezetet, ez a SZIDOSZ szinkron alapszervezet. A SZIDOSZ az a színházi dolgozók szakszervezet, és ezen belül alapítottunk egy szinkron alapszervezetet, aminek én vagyok az elnöke már 2 éve. Azért, mert a magyar szinkronizálás világa egy rettenetesen elhanyagolt, fehér folt lett, tulajdonképpen ott ragadt valahol a rendszerváltás környékén, és a benne dolgozók anyagi és erkölcsi és mindenféle elismertsége az rettenetesen alul értékelt. Ennek egy oka van, a szabadpiaci verseny, meg az, hogy a magyar szinkron nem tekintették kulturális értéknek. El lett hanyagolva,
És én, mint Miki Egér magyar hang, ennek a küzdelemnek estem áldozatul. Egyáltalán nem érintett rosszul, én ezt is ajándéknak tekintettem. Remélem, hogy több lesz a hozadéka ennek a látszólag kudarcnak, mint amennyi az én személyes veszteségem ebben. Tehát nem vett el a kedvedet ez az ügy a szinkronizálástól? Egyáltalán nem. Már csak azért is, mert számítottam rá, hogy ez fog következni. Miért szeret szinkronizálni? Szeretek szinkronizálni jó filmekben jó színészeket. A szinkronban nagyon sok minden nagyon izgi. Egyrészt, hogy hát, hogy mégiscsak egy színész szakmai feladat, hogy valaki ott a vászton csinál valamit, vagy a képernyőn, és akkor azt te hogyan tudod hitelesen is jól visszaadni, amit ő csinál. És mondom, ez például kifejezetten jó filmek és jó színészek esetében nagyon izgi, nagyon felemelő. Hogyan reformálnád meg a magyar szinkronipart? Fú, ez nagyon jó kérdés, megpróbálom nagyon tömören elmondani. A legfontosabb az lenne, hogy egy állami garancia lenne arra, elismernék, hogy kulturális érték, amely a teljes lakosságot érinti, a csecsemőtől az aggasztjánig, sőt a határon túliakat is. A magyar nyelv egy nagyon különleges elszigetelt nyelv a világban. Szerintem kivonni egy olyan területről, ami a teljes lakosságot, a teljes nemzetet érinti, ami a filmek, televízió, stb. Világa, kivonni a nyelvet ebből, a magyar nyelvet, az szerintem nemzeti öngyilkosság. Tehát, hogyha ezt gazdasági kérdésére redukáljuk a szinkron, akkor egyértelműen meg fog szűnni. Akkor Magyarország egy olyan hely lesz, ahol a külföldi filmeket nem fogjuk magyarul hallani. Nekem az az álmom, hogy foglaljuk törvénybe azt, hogy Magyarország legyen egy olyan klassz hely, ahol minden audiovizuális tartalom, hangsúlyozom, minden, sorozatok, filmek, dokumentumok, minden hozzáférhető legyen. Eredeti nyelven, eredeti felirattal, ami a nyelvtanulást segíti 100%-ban, eredeti nyelven, magyar felirattal, ami szintén segíti a nyelvtanulást, ugyanakkor esélyegyenlőséget is ad. Eredeti nyelven és szinkronizáltan audionarrációval, ami az esélyegyenlőségnek a különböző fogyatékkal élőknek ad lehetőséget, és szinkronizáltan. Erre egyszerre kell törvényt és garanciát adni, akkor van lesz haszna. Amennyiben elismerjük, hogy kulturális érték, onnantól kezdve a minőségéről kezdjünk el beszélni. Milyen fordítások születnek, azok milyen nyelvi minőségben, milyen színészek, milyen képességekkel szólalhatnak meg. Hogyan kellene a magyar szinkron minőségét, nyelvi minőségét radikálisan feljavítani ahhoz képest, mint ami most van, mert elképesztő módon erodálódik. Viszont ha a minőségről beszélünk, akkor el kell kezdenünk beszélni az oktatásról és a szakmákról, mert jelenleg a szinkronizásban dolgozó szakmák egyike sincs hivatalosan deklarálva. Az a baj, hogy ez így folytatódik, hogy tényleg megszűnik a magyar szinkron, mert nincs, ami ezt megvédje. Mert ha rossz a minőség, rossz az egész, akkor még költséges is, akkor minek? Tulajdonképpen még azt tartja életben, hogy a színészekben van némi hivatástudat, erkölcsileg is, meg szakmai is büszkeségnek tekint, hogy mehet. Jelenleg nagyon sok szinkron szereped van. Nem félsz attól, hogy mivel magadra vállaltad ezt az ügyet, kevesebbet hívnak, vagy visszamondanak egy munkát, amit eddig te csináltál? Ez a valóság, tehát ez történik. Ugye hát a Miki Egér is ennek egy része. Én azt hiszem, hogy akkor van értelme ennek az egész szinkron világának minőségében és kvalitásában olyan, amit érdemes csinálni. Azért hozzá tud nőni így az évek során egy-egy karakter? Két dolog van. Az egyik, hogy vagy azért veszít el valaki egy szerepet mondjuk, mert rossz. Az egy kudarc. Az valóban nagyon-nagyon fájdalmas lenne, hogy az ember azért veszít el valamit, mert ő rossz benne. Ha én úgy veszítek el egy szerepet, hogy elveszik ilyen-olyan okoknál fogva, amiben én egyébként jól dolgoztam, soha semmi panasz nem volt, ami összefort vel, mondjuk Bradley Cooper, vagy Sam Rockwell, vagy az Andrew Lincoln, akit sokat csináltam, vagy Mark Ruffalo, szomorúsággal tölt el, hogy ilyen a világ, hogy egyszerűen nem az számít, hogy az ember hogy végzi a munkáját is jól, hanem valami egészen más szempontok. Ilyen értelemben ezeket el tudom engedni. Az biztos sokkal jobban fájna, ha valamit rosszul csinálok, és azért kell elvenni. Melyik volt számodra a legnagyobb kihívást jelentő szinkronos feladat, akit mondjuk nagyon nehéz volt, vagy teljesen el kellett változtatnod a hangodat? Volt ilyen szereped? Én nagyon szeretem ezeket a nagyon nagy kihívásokat. Ami talán a legemlékezetesebb volt számomra, és ahol legjobban remegett a lábam, az, amikor lejártak egy kultikus filmnek, a Szelíd motorosoknak a szinkron jogai, a szinkronrendező Jack Nicholson hangjára, akkor még persze fiatal, ugye a film, ami fiatal, Jack Nicholson választott ki, és hát azért az Jack Nicholson azzal a filmmel robbant be egyáltalán a filmvilágában, mint különleges színész, fantasztikusat alakít benne. Azt úgy egy hirtelen összerakja magamba, hogy én és a Jack Nicholson is ezt egy kultikus filmben ezt valahogy jól, azért ott remegett a lábam. Nem ismertem megnézni, tehát nem láttam még ezt az újra szinkronizált változatot a saját hangommal, mert nagyon aggódom, hogy lehet, hogy nem jó. Van olyan színész, akit egyszerűen csak azzal a szinkron hanggal tudsz elképzelni? Persze, hát én is ugyanúgy vagyok, mint mindenki ebben az országban, hogy nyilván én nem tudom elképzelni Bruce Willis Dörner György nélkül, vagy Jim Carrey-t a kerekes Pubi nélkül, de ugyanígy vagyok a Vasember, a Fekete Ernő. Nagyon szeretem az Ernőt, ahogy szinkronizált, tehát az összes a Javier Bardemtől kezdve mindent, amit csinál, vagy Nagy Ervin, a Matthew McConaughey. Azért ez egy
hogy is mondjam, egy rang, egy színészi minőség, hogy valaki hangilag összekapcsolódik egy külföldi színész kollégával.